Hát hatalmas a szeretettel köszöntöm Önöket. Tihanyi Tamás vagyok. Az ezoterik tudományok mestere vagyok. Metafizikai pszichoterapeuta, spiritista, amire leginkább büszke vagyok. A spiritista, természetgyógyász vagyok, ezoterikus tanár és masszázs tanár is vagyok. És abban is igyekszem mindig a legkülönlegesebbet létrehozni. Először a műsor elején fogok beszélni az allergiáról. Nagyon-nagyon sok embert kínoz az allergia, ezért beszélek róla. És ugye mindenki mond mindent az allergiáról, hogy ezt kell szedni, ezt nem ehet, azt nem ihat, levegőt nem vehet, semmit nem csinálhat. És a idők folyamán, ahogy csináltam a dolgaimat, a ezotéria folyamán, azt vettem észre, hogy ennek egy teljesen többségében más és egyszerűbb oka van. Sokan hallották már tőlem ezt, hogy hogy jöttem rá, hogy hogy kell az allergiát kezelni. Egyszer jó pár évvel, sok-sok évvel ezelőtt jött egy úriember, ilyen 2 méter körű úriember, és a két fia, aki 25 éves volt, szintén 2 méter körüliek voltak, és mind a hármuknak allergiájuk volt. Nem tudtam, mit csináljak, hogy akkor még aránylag kezdő voltam, és elkezdtem vizsgálgatni, néztem a csakráknak a méretét, ezt, azt, és rájöttem arra, hogy akinek allergiája van, annak a torok csakrája és a köldő csakrája az optimálishoz képest sokkal nagyobb. És elkezdtem neki kezelni, ugye az összes csakrát, hogy optimálisan működjenek, mindent optimálisan csináljanak, nyilván a méretét is optimális legyen. Elkezdtem kezelni, és észrevettem, hogy az allergia elmullott. Tulajdonképpen ez a dolog, hogy az összes csakrának a beállítása, meg a működése, meg minden, ami kell egy csakrának csinálni, ez mindig benne van az alapkezelésben. Sokan vannak, akik csak azért akkor járnak kezelésre, amikor allergia szezon van, akkor elkezdenek járni, és tudom, egy 3-4 hetente jönnek kezelésre, és vagy elmúlik, vagy sokkal kisebb mértékű lesz, de olyan is előfordul, hogy nem, nincs megoldás. Szóval az allergiának az én ismeretemben többségében el az oka, nyilván valahogy nem olyan bonyolult ezt a problémát kezelni ilyen szempontból. Csak én akartam az allergiáról beszélni, ezt befejezem, köszönöm szépen. Múltkor beszéltem az érrendszeri problémákról. A lakosságunk több mint 50%-a szív- és érrendszeri problémával küzdik. De nem tesznek magukért semmit se, nagyon sokáig, csak akkor, amikor már kopog a halál közeli állapot. Bizonyára emlékeznek múltkor arról, hogy beszéltem önöknek, hogy mivel vannak nekünk gépeink, és artériográf gépünk is van, ami teljes érrendszert vizsgál, a koszorúreket beleértve, teljes érrendszert vizsgál, ugye, és persze nem lehet abba beleavatkozni, mert a kézre, lábra kell tenni különböző érintkezőket, és számítógép csinálja, és mondtam önöknek, hogy felajánlok olyan lehetőséget, hogy először eljön érrendszeri felmérésre, meglátjuk, milyen az állapota. Utána 2 héten belül 4-szer megkezelem, és a kezelések után 1 vagy 2 nappal megint csinálunk állapotfelmérést, visszamérést, hogy vajon javult-e az állapota, vagy nem javult az állapota. Ebben a szituációban előre kell fizetni, a pénznek az aránya az ugyanaz, mint a külön jönnek kezelésre, a 4 alkalmat előre kell fizetni, azért, meg a 2 felmérést, azért kell előre fizetni, hogy nehogy meggondolhassa magát, hogy egyszer jön, egyszer nem jön. De lényeg az, hogyha nincs eredményesség a 4 kezelés alatt, akkor visszakapja a pénzt. Ezt mondtam múlt héten, persze mindig mondanom kell, hogy ugye, amit csinálok, az orvosi kezelés nem helyettesíti, csak kiegészíti, a gyógyszereket továbbra is szedni kell. Ugye mondani kell, hogy
nem egyformán hat az emberekre, van, akinek így, van, akik úgy, és egy lehetőség a sok közül, ezt mindig el kell mondanom, mert nem mondom el, akkor bajom lehet. De a lényeg az, hogy tényleg azt mondhatom, hogy semmi rizikója nincs az illetőnek, előjön, és ha nem végeztem jól a munkámat, vagy amit csinálok, akkor visszakapja a pénzt. Tudják, hányan jelentkeztek idáig rá? Egy ember se jelentkezett. Nem értem. Miért kell az embernek kínosztatni magát különböző felmérésekkel, különböző kezelésekkel, értágítástól kezdve a legkülönbözőbb kőkemény dolgokat csinálják, és sokszor nem eredményes a dolog, amikor van olyan lehetőség is, hogy biztos, ha nem sikerült, visszakapja a pénzt, semmi kellemetlenséget nem kap, semmi fájdalmat, nem kell várni 5-6 órákat, mert megbeszélt időpontra van minden, és mégis nem érdekli az embereket, mert nincsen rizikója a dolognak. Nem baj, ha nem hisz benne, nem érdekes. De ha segít, akkor számít nekem, hogy hiszek benne, vagy nem hiszek benne? Úgyhogy én ajánlom, hogy mindenkinek mondják ezeket a dolgokat, mert bizony van értelme ennek a dolognak, nem muszáj. Képesek emberek meghalni inkább, de nem eljönni ezoterikus kezelésre. Volt ilyen. Volt olyan ember, hogy ne gyógyítson engem, ti anyi úr, nekem annyira fáj a lábam, inkább vágják le a lábamat. Tudják, hogy mi van ilyenkor? Hiába vágják le a lábát, ugyanúgy fáj a lába neki, a lábának a helye, mert fantom fájdalom van. És ha kapott volna a kezelés, és szép lassan a fájdalmai megszűntek volna, mennyivel jobban járt? Nem. Levágatta a lábát. Szóval egyszerűen nem tudok napirend én az emberi butaságból kifőlog, mert ez nem más, mint az. Most beszélek a gépi dolgokról, a gépi állapotfelmérésekről. Én nekem mindig általánosságban kell beszélni mindenről, nehogy reklám legyen. Megkérem a kollégákat, hogy a hőkamerát tegyék be. Itt van a hőkamera, mindegyikről beszélek valamit. Bal oldalt fönt látjuk, hogy megkérem az előzőt visszakapni, ha lehetne. Mert nem volt időm még beszélni róla, majd úgyis szólok, amikor tovább lépünk. A bal oldalon fönt az emberkének az arca sötétkék és világos kék, ez azt jelenti, hogy nem kap a feje vért, érszükülete van. Nem ezzel a géppel mérjük a teljes érrendszert, hanem egy sokkal nagyon komoly, kimondott érrendszeri géppel. Jobbra mellette látunk egy másik embert, piros a hasa, meg fönt a válla, ott be van gyulladva, a kézfeje, lábfeje, a térde neki teljesen kék, azt jelenti, hogy érszükülete van. Bal oldalt mellette látjuk az emberkének a kezénél, meg a popsijánál érszükület van, és a gerince meg a háta fönt be van gyulladva, mert piros színű. Kérem a következő képet. Itt látunk egy emberkét, megint látjuk, hogy a pazsmirigy része, meg a homloka, meg a melle felső része be van gyulladva neki, mert piros színű, és körbe a feje pedig kék, sötétkék, azt jelenti, hogy kevés vért kap a feje az illetőnek. Menjünk megint tovább. Itt látjuk, hogy a hölgynek teljesen be van gyulladva a gerince, meg a háta. Oké, még menjünk. Itt látjuk a hölgynek ugye a hasánál, a vastagbél résznél, és látunk piros foltokat a mellnél is. Egyébként elég jól előrejelzi, ha valakinek daganata van a mellén, elég jól, és nyilván persze nem 100%-osan tökéletesen, de ha úgy látjuk, hogy van valami ott, akkor elmondjuk, hogy menjen el egy olyan vizsgálatra, ami tökéletesen ki tudja mutatni ezeket a dolgokat. Mehetünk tovább. Itt látjuk, hogy a lábfején az illetőnek a lila a legrosszabb érszükületből, kőkemény érszükület van, és a térdénél is. Mehetünk tovább. Itt még megint egy lábat látunk, hogy a lábfeje tök lila, sötétkék, és az egész lábának az alsó része is kék. Kőkemény érszekülete van az illetőnek. Még megint hasonlót látunk, csak kisebb részbe, ugye lent a lábnál. Tovább mehetünk, itt megint a combjánál van érszekület az illetőnek. Ugye látjuk. Itt meg egy másikat, amikor kezelés után van. Az előző volt a kezelés előtt,
Kezelés után is eltűntek a kék színek a lábáról, egy-két gyulladás foltok maradtak csak. Azért jók ezek a gépek, hogy mindig láthatjuk, mi volt előtte, mi van utána. Itt látjuk, hogy az arcán meg a nyakánál gyulladások vannak az illetőnek. Tovább megyünk. Itt a hölgynek ugye látjuk, hogy a hasánál, a vastagbélnél keresztbe, a nyakánál, a nyaki rész előtti részen, pajzsmirigyeknél piros színű mindenhol gyulladás található. Arra utaló jelek ezek, na, gyulladásra utaló jelek. A piros a gyulladásra utaló jel, a kék meg a lila, azok pedig az éjszökületre utaló jelek. Még, ha még egy, itt a keresztbe a gyulladás van, a nyakánál fönt, a gerincénél, és a kezéből gyulladás van az illetőnek. Köszönöm még. Itt az egész lába be van gyulladva, és a kézfeje is. Nagyon jó. Itt meg a feje kevés vért kap, látjuk kék színű, és a lila a legrosszabb. Itt van még egy. Itt, ahol kék van, ott ugye érszökület van, a kézfejénél, karjánál, és egy kisebb gyulladás van neki a jobb oldalánál, a vastagbélnél. Ez meg ugyanúgy a gerincnek a gyulladása, még a karon meg a ujjaknál látunk, itt meg megint gyulladást látunk a lábába az illetőnek. Akkor megkérném most, hogy a szívrendszer képeket tegyük fel. Ugye van egy olyan készülék is, amivel a szívnek az állapotát lehet megmérni, háromdimenziós. A másikat szeretném először kérni, másik képet a szívről. Na, ezt látjuk, ez egy borzalmas rossz állapotú szín, látjuk a diagramot, mindent, látjuk a szívén ugye a piros színt, meg nagyon nagy elszíneződéseket. Ez azt jelenti, hogy teljesen oxigénhiányos szíve van az illetőnek, katasztrofális állapotban van. Most megyünk a másikba, a kezelés után, ami volt, és kezelés után, úgy képzeljék a kezelés után, hogy rá fél órára, egy órára lett csinálva ez, és látjuk, hogy a sok piros szín minden eltűnt, és lényegesen jobb állapotban van az illetőnek a szíve. Van még az arteriográfos érrendszer vizsgáló, ami a teljes test érrendszerét vizsgálja, a teljes test, csak ebből kettőt rakatok be, látjuk alul, hogy a nyíl 100%-osan jobb oldalt a piros színen van, ugye az érrendszernek a életkorát is méri, meg a koszorúerektől kezdve millió egy dolgot, csak most nem akartam mindent fölrakni, mert ez kínainak tűn az embereknek. Egy katasztrofális érrendszert látunk, és utána látunk majd egy másikat, hogy látjuk, hogy a kezelés után zöldbe kerül teljes mértékbe, annyit változott az állapota. Nagyon szépen köszönöm. És utána még van egy érdekes dolog, egy olyan készülék, hogy meg kell fogni, és 24 féle bajt mutat ki a testbe. Én mindig azt szoktam ajánlani, hogy legalább háromféle állapot felmérést csináljanak. Egyit mondjuk a hőkamera, érrendszer, és az, amit mondtam, hogy kézzel kell megfogni. A másik mondjuk legyen a szív és érrendszer, meg amit kézzel, háromfélét, és ezek nem nagy költséggel vannak. Általában szóval érdemes ilyesmin részt venni. Következő, amit beszélni fogok, a tanfolyamok. Erről is általánosságban kell beszéljek. Ugye most van ugye ősz, habár ez nem azt jelenti, hogy csak ősszel, meg télen, meg tavasszal, máskor is lehet tanfolyam. Ugye úgy érdemes tanfolyamot csinálni, hogy lehetőleg olyan tanúsítványt kapjon, hogy több nyelvű legyen ez a tanúsítvány. Ugye itt így van, amiről beszélek, több nyelvű tanúsítvány van, a magyaron kívül még három, angol, német, olasz, török az nincsen rajta, és érdemes úgy választani, hogy akár egy tanfolyam tényleg igazi végzettséget adjon, több végzettséget adjon, például a spiritista ezoterikus tanfolyamnál van még fülpontok, a fülakupunktúra mánes golyókkal való kezelésének a elsárítása, ami szintén önálló tanúsítványt ad, és ezek az ezoterikus úgy indul ki,
hogy A-tól Z-ig, az alapoktól a földsugárzásig, a bioenergetikának, de az teljesen különleges a bioenergetika, távkezelések. Például is olyan is van a tanfolyamban, hogy a saját szellemünkkel ellökjük a másikat. Előző életi dolgok, reinkarnáció, karma, szellemgyógyászat, különböző távkezelések. És ezek vannak egyébként most nálam, amik lesznek, most nagyon sokáig nem lesz. Most lesz egy szeptemberben, és több mint egy évig nem lesz ilyen tanfolyam, valaki akkor most érdemes tényleg. Rengeteg fajta masszázs tanfolyam is létezik, ott is van olyan, hogy például 3 végzettséget kap, azt hiszem az több, mint az egy, kap egy csontozást, kap szeretett lélekmasszázs, kap és a lazító frissítőt. Most a szeretett lélekmasszázs külön is létezik, az egy olyan fajta, hogy először minden masszázs tanfolyam bioenergetikai képzéssel történik, csak a szeretett lélekmasszázs nem. A szeretett lélekmasszázs az olyan, az nem egy, az kettő, a szeretet és a lélekmasszázs, kettő különböző fajta. A simításos rendszerrel, a meridiánokon az a szeretetmasszázs, már akkor az illető már annyira elazult, hogy majdnem kilép a testéből, és utána a ringatásos módszerrel megy még a lélekmasszázs. A ringatáson állapotra tudunk létre, hogy az anyukánk ugye ringatott minket, visszaemlékeznek a sejtjeink, és nem egy esetben volt olyan, hogy úgy érezte magát valaki, hogy olyan fantasztikus lelkiállapotba került, mint a kilépett volna a testéből. És van egy rettentő különleges dolog, amikor tudatunkon kívül csinálunk valamit a másik emberrel, a kezeink önállóan mennek a másik ember környékén, és fenti irányítással pont oda mennek, ahova neki szükség van, és ezáltal kezelést kap az illető. Ez egy nagyon különleges dolog, és fantasztikus, mennyire hatékony. Van még ugye talpmasszírozás, és van még svédmasszázs, és mondom, hogy különlegesek ezek, mert mind kimondottan bioenergetikai képzéssel van, nem csak úgy, hogy ráteszem a kezemet, úgy, hogy programozott bioenergetikával, ez alatt azt értem, hogy azt mondom, és nem teljesen úgy mondom, én ezt akarom, hogy tegyük fel 40 percig tart a kezelés mondjuk egy masszásnál, akkor nekem 40 percen keresztül a kezemből energia megy, ami minden másodpercben emelkedik a teljesítménye az energiának, úgy, hogy nem is kell odafigyelnünk, automatikusan megy ki, kezdve nyugodtan beszélhetünk a pacienssel, nyugodtan csinálhatunk bármit, ezt a kezelés előtt kell megcsinálni, és ezek mind benne vannak ezekbe a dolgokba, nagyon-nagyon klassz, nagyon érdemes ezzel foglalkozni. Most már eleget jártattam a számat, tényleg, úgy gondolom, hogy lehet telefonálni, aki szeretne kérdezni az állapotáról, vagy bármi másról is, persze, ez vicc volt, ugye, ez, hogy bármi másról, de tényleg most rögtön azt mondják, hogy beszéljünk a nőkről, ugye, ami nem rossz téma egyébként, de nem erről szól a dolog. Jó estét kívánok, tessék parancsolni. Lajos vagyok, 54. Lajos? Igen. Hol tetszik lakni, kedves uram? Környe. Igen. Kör, meg a nye. Mi jó, nem nyet. Igen. Környet. Milyen problémája van, kedves uram? Beszéltünk már egymással, mondja. Kedves Lajos, beszéltünk már egymás? Igen? Még nem. Akkor most beszélünk. Van valami panasza? Haló? Nincsen. 54 éves azt mondta, ugye? A petefészek rendben van? Igen. Jó magának. Na megnézem, vehetem egy tartós tejet, jó? Na, szellem van-e? Van. Igen. Átok van-e? Van. A lakásában van-e szellem? Hogyne, ott is van. Átok is van, na miért ne lenne? Központ idegrendszere. 10-20. Úgy gondolom, hogy fáradt maga, nem? Szokott fáradt lenni? Amikor dolgozom, igen. Akkor hazajön hol a fáradt, igaz?
Amikor maga föl kell reggel, akkor fáradtan ébred, vagy happy módon? Igen. Jó, valamelyik igen, jó van. Na nézzem tovább az állapotát, a szíve hány százalékosan működik? 10-20-30. Hát ez a tartós tej az nagyon nem biztos. Na, a gyomor, vicceltem csak, a gyomor 10-20. Na nézzem, pöttyöse a mája, 10. Epeje van? Epe van? Van. És felszokott fújódni? Nem. Majd fog, jó van. Vékonybél 10-20. Csodálkozom, mert annyira alacsonyan működik. Vastagbél 10-20. Hólyag 10. Vese 10. Hát elég jelen tetszik lenni. Úgyhogy tartós tejet azt tegyük arrébb egyelőre, jó? Hát köszönöm szépen, hogy hívott. Nagyon köszönöm. Vigyázzon magára, és ha valamit csináljon, mert ez így nem lesz jó. Ezeket meg lehet oldani. Szerintem esetek, hogy milyen nő vagy férfi. Már mindegy, akkor kellett volna megnézni, most már mindegy már. Hálom? Ja, igen. Akkor kellett volna, szóval nem most, most már túl vagyok rajta. De mindegy egyébként. Igen. Hátulról magának beszél valaki valamit? Ja, ágyat esetleg mi? Az asszony hátul mondja, mit kell mondani, mi? Ja. Fogadjunk, hogy az asszony csinálja. Ágyunk jó helyen van, vagy sem. Mi, jó helyre tette? Igen. Van, maga, van szimbólum maga alatt? Igen. Szimbólum van maga alatt? Nincs. Nincs. Értettem, nincs. Na, kedves uram, abban a bizonyosban tudja, mi van. Ugye palacsintában, hogy mit szoktunk mondani. Mi van a palacsintában? Hát a vállától lefelé a térdéi keresztvizérbe fekszik. Hosszában meg Hartmann zóna. Az asszony maga mellett fekszik? Igen. Ő is benne van a keresztvízérbe, csak a Hartmannban nincs benne. Jó van? Vagy nincs jól? Jó. Köszönöm szépen, hogy hívott, kedves uram. Minden jót kívánok, viszont hallásra. Minden jót. Várom a következő kedves telefonálót. Tudják, ez nem emelt díjas telefon. 061-269 0386 061, mert van valaki? Van. Dobri vacsora, jó estét kívánok, tessék parancsolni. Jó estét kívánok, Ica vagyok Budapestről. Ica. Halló. Hallom, drága hölgyem, hallom maga Ica. Én meg Tamás, meg Gábor vagyok, úgy hívnak, hogy Tihanyi Tamás Gábor, csak a Gábort nem mindig szoktam használni, de a személyigazolványomban úgy van. Tihanyi Tamás Gábor. Igen. Beszéltünk és már egymással, kedves hölgy? Nem beszéltünk még, és szeretnék egy állapotfelmérést kérni amitől. Tényleg? Na, azt hittem, hogy lovaglás kér, vagy valami lovára. Nem. Na, megnézem, van-e szellemecske. Van. Átkocska is van. Elhiszem. Én is elhiszem, mert tudom is. Na, megnézem, van-e a lakásban. Ott is van. Hát van bőven, kedves. Központ. Hányat akar? Á, nem sokat. A lakásban kettő van, és magán csak egy szellem van. Jól van. Jól van? Megnyugodott? Megnyugodott. Az a jó, hogyha nincs rajtunk, az a biztos. Na, központ idegrendszere. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. 50%-kal túlműködik az idegrendszer az optimálistól. Azt jelenti, hogy 50%-kal több energia megy be a csakrákon, és a testében túlműködés van ilyenkor. Van, aki ilyenkor nem alszik jól, mert nagyon éber. Van, akinek okoz szívritmus problémát, van, akinek okoz gyomorsav túltengést, összeszűkíti az ereket, az idegrendszer túlműködik,
És nem beszélve arról, hogy feszültséget, idegességet csinál. Ebből mi van meg magának? Hát, igazán kipol, azért én jól alszok, gondolom én. Igaz, hogy olyan 5-6 órákat szoktam aludni, mert hívtam az ön műsorát éjszaka is. Hát jó teszi, jaj, jó teszi. Mondjuk, hát biztosan az érrendszeremmel is van probléma. Hát hogyne, összeszökíti. Össze, hány éves tetszik lenni most? 71. Hát megnézem a feje hány százalékba kap vért, jó? Jó. 10-20-30. Megvan mind a két lába? Megvan mind a jobb lábujjánál 10-20, a balnál 10-20. Javítsak rajta egy pillanat alatt? Igen. Na figyelje testét, mert lehet, hogy érez meleget, jó? Jó. Na, érzett meleget? Valamit éreztem, igen. Na, mert ugye megy vér most majdnem mindenhova. Ebben kell, amikor csinálom az érszükület problémát, ezzel kezdem, amit most csinálom, mert többféle kezelésből áll. Na, a fej tetején hány százalékban van vér? Ugye 30 volt. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A jobb lábujjánál ott 20 volt. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A másiknál 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ez az agy sokra képes, tudja, hölgyem. De hát ez van. Mégis az emberek inkább levágatják a lábukat. Igen. Inkább. Megint meghalnak, ugye? Elég ugye, ha valakinek a koszorúere össze van szükülve, meg is halhat pillanatok alatt. Vagy kaphat valakinek a fejébe az erei szűkek, ugye egy dugulást ugye a fejébe. Kész. Szóval rengeteg baj van, és ezt aránylag, nem aránylag, teljesen korrekten meg lehet oldani, hogy ne legyen baj, és nem teszik az emberek meg. Inkább fizetnek sokat az orvosnak, inkább sorbálnak ott 6-8 órát, meg mit tudom én, idegeskednek, de nem akarják, hogy megoldódjon a probléma. Hol van olyan, hogy valaki kap 4 kezelést, ha nem eredményes a kezelés, akkor visszaadják a pénzt. Az orvos nem csinál ilyet? Az biztos? Az biztos? Megfogadom a tanácsát, láttam a műsor kezdetét is, tehát ott ön elmondott valamit, úgyhogy ma teszek lépéseket, és köszönöm szépen most ezt. Köszönöm. Pusszantom, csokolom a kis kezét, ugye megint fogadok telefont, ugye nagyon örülök, nagyon kedves emberekkel beszéltem most. 061-269-0386 a telefon, nem emeldíjas. Az első úrnál ugye a feleség mondott mindent, szegényként csak hallgatott, lesett, mint pékkutyája meleg zsemlére, nem mintha nálunk nem így lenne egyébként. Jó estét, Ihanyi Tamás Gábor! Tijanyi Tamás Gábor vagyok, parancsoljon. Köszönöm, Bánfini vagyok, szervusz. Szervusz. Jártam már voltáltam folyamra a lazító frissítőre. És most laza vagy? Hát most igen. Mert majd kérnék egy állapotfelmérést. Igen. És azt szeretném megkérdezni, hogy szeptemberben mikor indul ez a spirituális tanfolyam? Tudod, nem mondhatom el, cváncig. Ja, nem mondhatod el. Cváncig. Tudsz németül? Nem tudok, de majd. Várj, akkor milyen nyelven mondjam? Na figyelj, majd fölhívlak az irodába, jó? Nem mondhatom akkor... el, tudod, mert reklámnak számít. Oké, rendben van. A második részében van, ennyit elmondhatod. Jó, oké, az jó. Na, néztelek én már téged valamikor? Kezeltelek, vagy valami? Hát figyelj, nem kezeltél. Tanultam nálad a lazító frissítőt. Mikor? Hát tavaly. Tavaly. Tavaly ősszel. Na, lássuk a macit, jó? Na, megnézem, van-e szellemecske rajtad. Ha van, akkor neked adom. Kösz, mar aranyos vagy. Na, elviszem haza, mi? Hét a szellem. Egy darab szellem volt rajtad. Köszönöm szépen.
A lakásban van egy szellem. Van. Júj. Hány darab? Egy. Azt is neked adom. Köszönöm, álltok. Ugye átkom is van? Persze, hogy mindenkinek van. Azt is neked adtam, jó. Már te elküldtem azt is. Na, helyzet az, hogy az átok egy olyan dolog, hogy lehet nagyon ártalmas átok is, és lehet egy kisebb mértékű átok. Például mész az autóval, megelőző valakit, és azt mondja a másik a kocsiba, hogy húha anyád. Uh-huh. És már megvan. És már ott van. Már ott van. Már ott. Na hát ilyen van. Na akkor lássuk a macit, jó? Lássuk a medvétől, hol tartok a békánál. Idegrendszer. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Kicsit túlműködsz, és nem. Kicsit túlműködött. Kicsit nem, nagyon. Vehetsz tartós tejet, tudod. Jó. Meg most már vehetsz lassan őszi kabátot is. Mert tudom, hétvégén megyünk Szegedre, nem jössz? Tudod, lesz ez a... Mi? Hát, lesz a szegedi halandlé is, az is, tudod, az is lesz, de ilyen spirituális találkozó. Na, szokott lenni egy találkozó Szegeden. Igen. Én, aki elmutattam, hogy talán én vagyok a legjobb spiritista, engem soha nem hívnak meg. De most komolyan? Komolyan soha nem hívnak meg. Itt irítség van mindig a szakmában valaki elől járó, arra irítkednek, és még soha az életben nem hívtak meg. Én mennék szívesen, de még nem hívtak meg soha. Ez ilyen háromnapos lesz. És nem én pénzért most... menne az ember, ha menne. Hát, tudom, erről persze, már beszéltünk nem. Veled. Ez, nem. Erről már beszéltünk veled egyszer, amikor tavaly, hogy jönnél, hogyha hívnának, de hát... Aki szervezi, az úgy gondolja, hogy nagyon tudat, azt nem hívjuk meg, nem tudunk villogni akkor, tudod? Hm. Nyilván ez az irítség, ez egy borzalmas dolog. Hát ez az. És mostanában aztán van... csőztül, van, bőven, amiket bőven. Előadnak, érted? Bőven. Te ne tudd meg, szóval borzalmas. Hát, én nem fogok beszélni se fogok róla, csak uh-huh. borzasztóan. Ahol tartottunk, hogy túlműködsz, na akkor túlműködök. Föl vagyok tuningolva. Izzadni nem szoktál? Nem. Na szívecske, az az igazság ilyenkor, hogy nagyon minimális túlműködés van a testbe, ami hosszú távon káros. Hosszú távon, nem az, hogy mit tudom, 3-4 év, akkor, mert nem annyira vészes még ez a 140, mert nem ritka a 250-300, tudod? Nem ritka, nem annyira vészes. Ilyenkor lehet az ember könnyebben, kicsit ideges, feszültebb. Hát kicsit feszült voltam, tudod, mert nem volt munkahelyem, aztán most megint beindul, de hát nem jó ez nekem, tudod. Miért nem jó? Hát ne viccelj már! Nem jó, tudod, beszéltünk már, vagyis hát biztos nem tudom, mert sokan jártak azért hozzád, én egy lottózóba dolgozok, ilyen maszek lottózóba, és hát nem igazán jó környék, tudod, és állandóan az energiámat leszívják ottan az etnikum, meg mit tudom én, tudod, úgyhogy hát egy kicsit... Hát a spiritus a tanfolyamon meg is tanuljuk azt is, hogy tudjuk magunkat levédeni például. Azért érdeklődöm. Avval most szoktam kezdeni, hogy védjük le magunkat. Azért akarok most... És hol van ez a lottózó, vagy ez tilos? Hányadik kerületben van? Nem tilos, Kőbányán, a Józsefvárosi piac. Ja, emlékszem. És átmentél a másik oldalra most? Igen, most átmentem a másik oldalra. Nem fogod elinni. Na, mondja. Becsület szavamra, amikor Józsefvárosi piacot kezdték felszámolni, gondoltam rád. Hogy mi lesz veled? Hogy mi lesz veled? Komolyan mondom, hogy mi lesz veled. Pedig nagyon sok tanítványom van, nem fejtettelek el, persze a hangról nem ismertelek meg, ugye? Ahogy beszélgetünk, ha láttalak volna. Gondoltam rád, vajon mi lesz veled? Hogy nem-e fogod a munkádat elveszíteni? Annak előtt, hogy a taxinál is dolgoztunk mi együtt annak idején. Főtaxinál, igen. Ja, főtaxinál, igen. Jaj, hát. Én minden voltam, csak a... Igen, csak akasztott ember nem volt. Voltam, igen. Igen, hát átmentünk a másik oldalra, de hát nem. Ez rosszabb lett így? Nem rosszabb, csak ide más,
más környezet jár, tudod, más emberek járnak. Tényleg? Hát nagyon-nagyon sokféle. Hát el sem tudom neked mondani, vagy százféle. Nagyon sok. Minden én, van. Én értem, benne. Finoman fogalmaztál, én értem igen. A dolgokat, értem. Igen, igen, igen. És az az igazság, tudod, hogy ha dolgozok, akkor hát elszívják az energiámat, és nem győzök, hazajövök, és akkor tudod, meditálok, nagyon jó ez a szvirág zenéje, arra meditálok, meg arra, hát masszírozni is arra. Hát azért szoktam, tudod masszírozni, de ilyen állandó vetőkölve is, így fél vagy is, hogy mondjam, neked nincsen, mert az az igazság, hogy nem lehet úgy ilyen energiával, amit ott én összeszedek, tudod, azért. Gondolom én, hogy idegrendszerem is kicsit túlműködik, de hát majd megoldódik. Hát nem életveszélyes, megmaradsz még kis ideig. Megmaradok, úgyhogy. Nem vészes, tényleg nem vészes. Jó. Hát örültem neked, tényleg nagyon én örültem. Én is örültem neked, és akkor majd telefonálok, jó? Várlak szeretettel. Oké, további szép estét neked. Szia. Én kicsi a világ, emlékeztem a hölgyre, sokan járnak hozzám. Ugye, de nyilván hangról nem, de láttam volna az arcákat, rögtön tudtam volna, hogy ki az. Én nagyon aranyos, kedves hölgy, és tényleg gondoltam rá, mert úgymond féltettem, hogy nem lesz munkanélkül. Jó estét kívánok, tessék parancsolni. Halló. Hallgatom. Amália vagyok. Kicsoda? Amália vagyok. Honnan hívott? Balatonfüred. Balatonfüred? Amália. Értettem, Amália. Én meg Tomi vagyok. Ismerjük egymást? Szeretnék egy felmérést csináltatni. Találkoztunk már? Nem. Füred? Nem. Oké, én nem azt mondtam, nem. Hát Füredet ismerem persze, hát ki nem ismerné. Na, onnan nem messze volt nekem udvariba Fönnehegyen nagyon szép kis házikó picike, persze. Ismeri biztos, hogy azt a részt, hogy szép hát, hegyesre. Nem? Nem nagyon. A két falu a följebb van. Először Örvényes. Örvényes, utána Balatonudvari. Ott van egy különleges régi temető. Udvariba, az úttól jobbra, ha megyünk. Nem is tudom, milyen ókori temető. Bizonyám, csak kérdezzenek engem. Nem jártam. Jó, én Budapestről, igen. Na, akkor megnézem, van-e szellem? Van, hány darab? Egy, kettő. A lakásban ott is van. Átok magán, van. A lakásban is van. Központ idegrendszere. Hát van ilyen, kérem, majdnem mindenki van egyébként, csak nem tudják. Központ, akkor jobb nem tudni, érti, mit mondok. Nem? Központ idegrendszer. 10-20, hát ön a békarottyantója alatt van. A 20%-os idegrendszernél az egész test alul működik, mert az idegrendszer a energiafelvevő, a csakrákat összeszorítja, annak arányában az idegrendszer hány százalékosan működik, itt 20%-ra a 100 helyet összeszűkítette, és nem kap a test energiát. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy autót úgy terveznek, hogy 10 liter benzinnel megy 100-zal, de helyette csak 2 litert kap. Hát alapjáraton működik, nem is biztos, hogy föl lehet váltani, mert lefullad a motor. Na, nem érzi magát fáradtnak egyébként? Hát feszült, ideges vagyok. Miért? Jó, hosszú, ilyen jó. Természetem. Jó, rendben van. Idős vagyok már, 76 éves. Tényleg? Nem is gondoltam, hogy 76. Igen, azt hittem, hát nagyon rosszul működik az emésztőrendszer. Hát mindene, hát most mondtam, hogy minden. Igen. Nézem azért, de békarottyant alatt van minden. Igen. Szíve 10-20, 30%-os erővel gyomor 10-20, mája 10, nem folyódik fel? De igen. Gondoltam, vékonybél 10, vastag 10, rettentő lent van. Hólyag 10, beöntés kell magának. A vese is 10%-osan. Ez gyógyszerrel nem megoldható probléma. Igen. Ezt csak másképp lehet megoldani. Nem mondhatom, hogy mert reklám nem mehet, tudja, a tévébe. Hát, messze van Balatonfüred.
Igen? Nem tudok közlekedni. És ha a baja lesz, akkor mi van? Ja, Istenem. Akkor mi van? Meg kell várni? Nem tudom. Nyugdíjas ráér? Igen. Ingyenes a vonat? Ingyenes. Melyik vonat? Pályaudvarra megy a vonat? Hát innen a déliből. Délibe. Olyan nincs, amelyik a keletibe megy? Nincs. Mert ott vagyunk a keletinél, tudja? Igen. Nem mondhatja ki, hogy hol. Érdeklődtem. Tudja? Hát a déliből se úgy átjönni, egy metró az kész. Leszáll a Blaha-Lujza téren, vagy a keletinél, mindegy. Mert kettő között félúton vagyunk. Én jó, most nem akartam megijeszteni, de bizony, amikor annyira alulműködik valami az ember testébe, hát bizony egy idő múlva nem lehet tudni, de lehet probléma is. Ilyenkor az erek is össze vannak szükülve, igen. A feje hány százalékba kap vért, 10, hát drágám, jobb lábúja, 10. Tud menni rendesen? Nem fárad el alá? Hát a térdem. Térdem. És az izmaim, az izmaim. Az izmai azért, mert nem látja el a érrendszer vérrel, a oxigénnel az izmait, tudja, azért. Mert nagyon kevés vér megy a lábába, és ezáltal a sejtek nem kapnak oxigént, az izmok, és ezért fáradt az ember lába. Igen. Hát, most nem akarok senkit, mindegy, csak vigyázni kell magunkra, tudja. Ez van, ezt kell szeretni. Nagyon szépen köszönöm. Nincs mit, örülök, hogy beszéltünk. Csókolom a kis kezét, minden jót kívánok. Ugye a telefonszám 061-269-0386, ez a telefon nem emeldíjas telefon. Ő telefonál otthon, és simán a rendes vonalon tud telefonálni. Tudják, a jósoknál szokott az lenni, hogy jósokba kerüljön, ugye? Itt nem így működik. Jó estét kívánok, tessék parancsolni. Jó estét kívánok, Tihany úr. Parancsoljon, kedves hölgyem, mi Sántikál? Én voltam, nem sántikálok semmibe, mert... Vicceltem. Megműtötték a térdemet két, elmondom, egyszer, és nem sikerült. Most jöttem haza a nagykőrösi rehabról, a lányom tönkretett anyagilag, fölvetett a jelzálogot, és nem fizette, letagadta. Úgyhogy idegileg teljesen ki vagyok. Nagyon szeretném most. Én jártam önhöz soká. De régebben, nem? Igen, igen. Nem mostanában. Lauter Jánosné vagyok, Kapucsról. Jó! Nem emlékszem. Tetszett képeslapot is küldenik. Jó, tudom, nagy. Karácsonyra. Csak vicceltem, tudom. Nem viccelek, és nagyon szépen köszönöm, és jó voltam, csak nem bírok menni. Értem. És most mi lesz a lakással akkor most így? Hát itt egyedül vagyok. Egyedül vagyok. És hát hogy tudja fizetni? Mert ezt fizetni kell, nem? Hát a nyugdíjas vagyok, le vagyok 100%-olva 76 óta. Szívvel. De jó, hogy nem prosztatával, drágám. Hát az még nincsen, de... Nem is lesz. Na, lássuk a macit, jó? Megnézem. Úgy, hogy nagyon-nagyon akarnék menni, de nem bírok. Teljesen világos. Megnézem, szellemes. Igen, hány darab van? 1, 2. Jézus. Hátok egy. Nem a Jézuson van, magán van a szellem. Ki a csoda? Hát nem tudom, drága. Megnézzük a lakásban van-e, ott is van, hány darab? 1. Tudja, hol van? Hol? A szekrény tetején ül. Hát ki a csoda lehet? De nem szokott bemutatkozni, kedves. Átok is. Atya úristen, az a lányom biztos. Nem, a lánya meghalt? Dehogy halt. Hát te halott. Őt tettünk le. Ja, az átok lehet, igen. Nem is beszélnek? Nem, 8 éve. Hát figyelj ide. Van nekem is tapasztalatom. Nem pont ilyen, de hasonlóan rossz tapasztalatom van. Akkor is egy anya az anya, felülemelkedik mindenen, és megpróbálja fölhívni a lányát.
Tegye meg. Sokkal könnyebb lesz a lelke. Higgyel nekem. Tegye meg. Ne legyen mesértörött makacs. Akkor is a gyereke, emberek tévednek, a lányát is biztos befolyásolta. Van párja a lány? Van párja, de onokákat fölneveltem, úgyhogy ott laktam 40 évig. Én azt a házat eladtam. Na, mindegy. Erőszak... Másik házba jöttem. Erőszakolja meg magát, bármit is csinált a lánya magával, ő emelkedje maga fölül. Mondok egy példát. Az édesanyám, mikor meghalt, ugye most már 7-8 éve, vidéken lakott, Budapestről elment Nyíregyháza után egy ilyen otthonban rábeszélte egy pap, aki nem olyan régen meghalt egyébként, fönt volt a Gellérthegyben, pálos szerzetes volt, és soha az életben nem volt anyámnál ott, messze a fenébe, de szentképet, azt milliót küldött neki, anyukámnak, és mindent ő örökölt, nem a gyereke. Amikor elmentem oda, akkor mondta ez a pap, hogy jönni akar velem. Mondom, jó, hát gyere, de minek? Hát nem értem, de gyere. És fél úton előkerült anyámnak a végrendelete. Sőt, még pénzt is örökölt, mert a bankszámlát az ő nevére iratta az anyukám. És ezt az embert, mert rákos volt, ugye 7 évig tudtam életbe tartani, rákos volt, minden hónapban ingyen kezeltem, aki ezt tette velem. Ezzel azt akarom mondani, nem ugyanaz a helyzet, de fölülemelkedtem a dolgokom. Érti, miről beszélek? Persze, hogy értem. Sokkal könnyebb lesz a lelke, ha kibékül a lányával, még akkor is, ha a másik volt a rossz és hibás. Próbálja meg, higgyel, sokkal jobb lesz. De ezt már annyian mondták, de... De én nem annyi vagyok, én a ti annyi Tamás vagyok, tudja. Most nem azért, nem beképzeltségben mondtam, nagy félreértsen. Én ismerem, mert nagyon soká jártam. Még a üvegek is megvannak, amit használtam. Tudom, értem. És az, hogy megvertek, mindennek elmondott, hát ez egy szégyen faluba. Hát én tudom. Tudom, de akkor is ezt az a véleményem. Így élni, nem tudom, hány éves most, kedves hölgyem? 72 most már. Nem könnyű így élni, tudja, hogy így haragba. Akkor is, hogyha méregbe ez az történt, tudja. Próbáljon. Unoka... És a testvédit meg ki nem állja, a most az jár néha. De hát messzi van hozzám, úgyhogy anyagilag nem bírom, hogy se ő. 3 évig nem volt munkája. Kőműves. Kőműves kelemen. Na, akkor nézem, nagyon lent tetszik lenni, minden rettentően lent van. Tudom, hogy nem tud jönni, de nem csinálok kezelést, tudja, a műsorban, mert nem engedik, de megszabadítottam a lakóitól. Az már nincs magám. Tudja, mire beszélek? Persze, tudom, és Atom... én ezt éreztem is. Érezhette is, megszabadult tőle, tényleg. Most tudom, tudnék mesélni az életemből nagyon rossz dolgokat, hasonló téren, de nyilván nem tartozik más emberre, tudja az embernek a magánélete, de nem semmi, szóval amik vannak, és ugye én ezt, amit tetszett mondani most, hasonló dolgokat nem ritkán hallok. Nem ritkán. Én nem értem, hogy az embernek a gyereke, akit fölnevel az ember becsülettel, hogy lehet az, hogy kivetőznek az emberi mi voltukból, és ellenet tesznek a másiknak, tönkreteszik a másikat. Szóval egyszerűen nem tudom ezt józan észre felfogni. Nagyon-nagyon borzasztó ez, megmondom őszintén. Nagyon. Úgyhogy én azt hiszem 4 évig jártam, én minden hónapban önhöz. Jól tette.
Be volt írva mindig, hogy mikor kell menni, és mentem. Jól tette, édesem. De ahogy megműtöttek, nem sikerült a műtét a térdemen. Úgyhogy instabil a járásom, két karom eltört. Igen? Mit csinált a karjával? Elestem. Úgyhogy megfédültem és elestem. El van törve mind a két kezem, most már meggyógyult valamennyire, de nagyon fáj. Szegénykém, fel a fejjel, béküljön ki a gyerekével. Tessék ki, és akkor sokkal nyugodtabb lesz a lelke, mert maga külön volt nála. Felülemelkedett a dolgokam. Higgy el, hogy könnyebb. Hát annyit hallok, hogy nem mer az utcára kimenni, csak a kocsiba bent beül, és úgy nyitják ki az ajtót, mert szidják. Ja, a falu lakói, mi? Igen. Igen. Hát a falunk biztos, mert nem laktam falun hát soha. Hát ismernek engemet, mert hát világos. Dolgoztam. Meg fölneveltem a három lányt, mert még egy dédunokát. Dédunokát 2,5 évig, 7 évig lakott ott az unokám nálam. És az unokákkal találkozik, vagy azok nem jön? Nem engedi az anyja. Nem mi? Nem. Az anyja. Sőt, most volt egy másfél hónapja itt a dédunokám, de több, mint valószínű, mert megkérdeztem, hogy anyád elengedett. Azt mondta, hogy el. De az telepszemlém volt itt, hogy hogy vagyok. Ja, ahogy bilom. Én érzem. Ja, lehet, igen. Na, drága lehet. Hölgyem, le kell rakjam, energiát adok mindenkinek, jó? Jó. Én nagyon örülök magának, tényleg örülök. Fel a fejjel, minden jót kívánok, csokkolom a kis kezét. Én is jó egészséget. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon jó szívek gondolok önre, ahogy látom. Köszönöm, drágám, köszönöm, csokkolom a kezét. Na, akkor most az energiaadás jön, tudják, már sokan tudják, az energia nem a televízión keresztül megy. Az energia ugyanúgy megy, mint a rádiótelefon, vagy bármilyen sugárzás, ami a tévével, vagy rádióval, vagy bármivel kapcsolatos, ugyanúgy megy mindenen keresztül. Az emberek nem akarják elhinni, hogy létezik ilyen, mert nem látják. Miért a kutyának a szaglását látják? Már egy kilométerről a lányom jön, ott van az ajtóban a kutya, mert tudja, hogy fog jönni. És az ember csinál még egy légnemű, gáznemű dolgot, ugye? Szokott csinálni, ugye muszáj csinálni időközönként. Azt se látjuk, de érezzük, ugye, a nózinkkal. Tehát nem lehet azt mondani valamire, amit nem látunk, hogy az nincsen, attól még van. Na, tegyék fel a bal kezüket, vagy minél jobbat is tehetik, elképzelik, hogy az a szájuk, beszívják, amit elképzelünk, meg tudunk valósítani, beszívjuk, átvezetjük a testünkön az energiát, amit küldök, és a kezünket oda tesszük, ahol valami baj van, vagy az anyósnak a rottyantójára, vagy bárhova tehetik. Indul az energia, figyeljenek magukra, még műsor után is egy ideig még fog menni, és elindítom, és utána tovább tart.
Na, sajnos meg kell fejezni a műsoromat. Jövő héten megint találkozunk ugyanebben az időpontban. Hétfő este 9-kor élőadásba. És az, még egy 5 percig még menni fog az energia. Megkérem önöket, ha amiről beszéltem az a kapcsolatban bármi érdekli önöket, műsor után maradjanak egy fél percig, és ott megkapják a választ, amit szeretnének, elérhetőséget, meg mindent, meg e-mail címet. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, mindenkinek a létező legjobbakat kívánom!